Idén egy eseménydús évet zárt a Talentum angol-magyar két tanítási nyelvű általános iskola, gimnázium és művészeti szakgimnázium. Az intézmény ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetett a diákok művészeti nevelésére, de kiemelkedő szerepet játszott az idegen nyelv magasfokú tanítása is. Mindig azt gondolom, hogy próbálunk kevesebb programmal jelen lenni a mindennapokban, hogy a tanulásra, tanításra tudjunk koncentrálni, de az idei év is úgy sikerült, hogy a mindennapi rutin mellett rengeteg rendezvény, megemlékezés, osztály és iskolai közösség építő programon vagyunk túl, belföldi, külföldi kirándulásokkal, új testvériskolák, testvérosztályokat találtunk, kiállításokon, fellépéseken vagyunk túl, úgyhogy egy nagyon mozgalmas, nagyon sűrű évet zárunk le a mai nappal. Középiskolai részünkben kifejezetten művészeti szakgimnáziumi képzés folyik, de magát a művészeti nevelést fontosnak tartjuk, már általános iskola első osztályától dupla órában van jelen. Két tannyelvű képzésnek köszönhetően mind magyar, mind angol nyelven tanulják a rajzot, és ahogy említettem, ezt pályázatokon, kiállításokon meg is mutatják a gyerekek, nem csak a szakgimnazisták, hanem az általános iskolás gyerekeink is eredményesen szerepelnek. A családias légkör és a színvonalas oktatás egyaránt fontos a Talentum iskolában. Többek között ezért is választja sok szülő gyermekének a tatai intézményt. Szerencsére az utóbbi pár évben nagyon sokan keresnek minket, és azt gondolom nem csak minket, hanem azon iskolákat, akik kisiskolák, akik alacsony osztálylétszámmal, vagy akár alacsony iskolaközösséggel bírnak. Egy biztonságos környezetbe szeretnék tudni a gyerekeiket. Nálunk a kis létszámnak köszönhetően a gyerekek ismerik egymást, a tanárok megismerik a gyerekeket, együtt tudnak dolgozni a szülőkkel, ami nagyon fontos véleményünk szerint. A másik ok az pedig a két tannyelvű képzés, hogy első osztálytól kezdődően heti 10 alkalommal találkoznak a nyelvvel. A természetes nyelvfaja sajátításhoz közelít ez a nyelvtanulási program. 8. végére gyerekeink többsége középfokú nyelvvizsgával hagyja el a 8. osztályt, ami azt gondolom egy kiemelkedő, viszont ennél fontosabb, hogy ők merik használni a nyelvet, megmennek szólalni, szeretnek kommunikálni, és természetesen ezáltal a magyar nyelvű vizsgahelyzetekben is, előadásokon is sokkal könnyebben nyilatkoznak meg. A ballagással egybekötött évzáron hivatalosan is lezárták az iskolai tanévet a Talentum iskola diákjai, akikre a pihentető nyári szünet után ismét egy mozgalmas tanév vár.